Nagyon cini vagy. Köszi. Na, hát nagyon örülök, hogy köszönöm, hogy itt vagy ma, és beszélgethetünk egy kicsit a... Hát és nagyon, nagyon különösen azért, mert hogy három kisgyerekkel vagy otthon, ugye? Hány évesek? A legnagyobb 5 éves, a középső 3, és a kicsi holnap lesz 8 hónapos. Ez igen. Szóval, hát még jó kicsik mindegyik. Jó sok van velük, meg anyukaként, azt mondtad is, hogy, hogy nagyon sok feladat van, de most otthon is vagytok, úgyhogy különösen igen. Kihívásos. Igen, igen. És hát, és köszönöm, hogy ennyi minden mellett vállaltad azt, hogy ma reggeli megkülönítettél. Ja. Persze, férjem vállalta a hármat, úgyhogy... Köszönöm, igyekszünk akkor rövidek lenni, jó, hogy ne vegyünk, ne húzzunk sok időt a gyerekektől. Szóval, hogy hát én amikor megismertelek, az lenne az, az első kérdésem, hogy te hogy ismerted meg a dotterát, vagy a dotterolajokat, ugye gyógyszerész vagy, ez a szakma. Igen. És az, úgy tudom, hogy az édesanyjád is. Igen. Honnan jött a dotterolajoknak a megismerése? Hát én most, hogy már látom, hogy ki hogy regisztrál, az nagyon vicces volt, hogy én hogy regisztráltam, mert én az anyukámon keresztül, nekem ő mutatta, és mivel az anyukám így feltétel nélkül mindenbe nyitok, amit ő mond, és mutatta, hogy nézd, Fruzsi, itt vannak ezek az olajok, tök jó, szerintem regisztrálnod kéne. Jó, regisztráljunk, és így semmit nem tudtam róla, meg így sem, tényleg, akkor szagoltam meg 2 olajat kb., és bum, beregisztráltam, úgyhogy én így indultam, de hát ugye egyből nagyon megtetszett, meg tök jó volt, és ez volt 2018 júliusába, és akkor szeptemberben már, na mindegy, most nem akarok erről sokat beszélni, de hogy ez, amit az előbb még a videón kívül említettünk, hogy tök jó, de hogy ahhoz, hogy tud használni, vagy esetleg ajánlani, kell a tudás mögé, hogy mi ez, és én anélkül nem tudtam elindulni, úgyhogy én egyből a regisztráció után szeptemberben elmentem a Nemes Erikának az alapozó tanfolyamjára, és utána, ugye akkor még csak 2 gyerekem volt, utána meg októberben a gyerek tanfolyamra. Úgyhogy én így indultam, és hát először szerintem kb. Egy évig csak a gyerekeken használtam, meg őket kentem bele, és akkor így szép lassan gyűjtöm össze az információkat. Nagyon hiánypótlónak érzem, meg tök jók ezek a hóindító beszélgetések az Erikával, mert abból nagyon sokat lehet tanulni. De jó, nagyon örülök. És majd erre a gyerekekre is térjünk majd vissza, de akkor odáig mennék, hogy ugye most a Domival, ugye ő a harmadik. Ő a 8 hónapos, igen. Hogy mesélted nekem, hogy vele voltál először úgy várandós, hogy már ismerted a dotterát, és hogy nagyon őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy volt-e bármi, amit a várandóság alatt, vagy közben, akár az én megésekkel, szóval bármi, ami előjött, amiben úgymond tudtad használni, vagy segítségedre voltak az olajok, vagy nektek. Igen, szerencsére a háromból egyszer sem voltam így hányós, vagy gémeigős, szóval így ilyen napi szinten nem volt szükségem az olajokra, viszont úgy, tehát hogy azt gondoltam, hogy a bennem növekvő kicsi babát nagyon jól meg tudnám támogatni, illetve szeretném megtámogatni, hogy ő nagyon egészséges legyen. Úgyhogy én most a harmadik terhességem első felében én a kapszulás formában, mármint hogy a vegi kapszulába csepegtettem magamnak kopajbát és tömjént, és én azt szedtem a Domival való várandásságom alatt, de más olajokat, tehát így magamra, mondjuk a pocakomra nem kentem, nem mertem kenni. De így a kopajbát és a tömjént abba feltétel nélkül bíztam, és tudtam, hogy azzal biztos, hogy nem ártok, sőt, azért vettem be, hogy minden szuperül alakuljon odabent, és hát itt a 8 hónapos kis példa, hogy elég jól sikerült, úgyhogy ez jó volt. És ebből hány cseppet tettél egy nap, vagy hogy szedted? Napont, hát, ezt szokták mondani, hogy a Schuster cipője, nem tudom, hogy azért van-e, mert gyógyszerész vagyok, vagy egyébként is így lenne, de én nem vagyok egy jó gyógyszerszedő, tehát én nem megy, hogy így reggedébe este valamit. Úgyhogy én naponta egyszer vettem be, és 2-3 cseppet tettem mind a kettőből bele. De ezt 20 héten át bírtam. De jó. És egyébként mellette most csak kíváncsi vagyok, hogy például a várandós vitamint, vagy ilyesmit szedtél? Nem, én nagyon ellene vagyok az ilyen összetett vitaminok. Tehát
tehát amit ők beleraknak, hogy elevít, meg ilyesmi, én már Zsófinás a legelsőnél se soha nem szedtem, hanem én külön szedtem a magnéziumot, külön a vasat, a terhesség előtt szedtem jó sok folsavat, meg kálciumot a terhesség alatt, de én ilyen összetett vitaminokban nem szeretem. Érdekes. Egy mondatot elmondasz róla, hogy esetleg mi az, ami miatt nem szereted, mert hogy belekerülnek dolgok, amik... Hát igen, egyrészt, hogy beletesznek mondjuk esetleg olyan, mondjuk, ha én nem akarom a B-vitamint pótolni, mert nincs rá szükségem, akkor ne legyen. Tehát, hogy ezt én hadd válasszam ki, hogy egyrészt mit szeretnék pótolni. Másrészt, ugye azt is tudjuk, de persze biztos megmagyarázzák valahogy, de hogy például pont a kálciumot, a vasat, meg a magnéziumot, amit én szedtem, azokat nem veheted be egy időbe, hanem egy-két, inkább két óra, három óra eltolással, mert ugyanazon a receptoron kötnek. Tehát is én azt nem veszem be egy kapszulába, hanem akkor külön vettem be. Hogy jobban felszívódjon, mert akkor nem tud mindegyik 100%-osan felszívódni, ha egyszerre veszed. De jó, hát most megint tanultunk valamit, úgyhogy már megérte, köszönöm ezt a riportot. És tudok kérdezni, hogy ugye én annak idején a várandóság idején csináltam ezt a gátmasszázs olajat, hogy erre volt esetleg valami kis keveréked, amit meg tudsz velünk osztani? Igen, ez is nagyon fontos volt nekem, hogy sikerüljön a gátvédelem, úgyhogy erre nagyon készültem, és próbáltam így internetről, mindenhonnan, meg ezt sokat forgattam, innen is, amit csak idevágó, ilyen terhességbe vágó rész volt, mindenhonnan kinéztem, hogy erre miket javasolnak, és csináltam magamnak egy olajkeveréket, amiben 5 olajat tettem a frakcionált kókuszolajjal higítva, és ez az 5 olaj, amit így összeszedtem, minden, mi lenne talán a legjobb, ez a tömjén, a levendula, a mirha, a geránium és a helikrízum volt. És ennek az 5 olajnak az egyenlő arányú keverékét készítettem el gátmasszázsolajnak. És akkor milyen arányba hígítottad fel kókuszolajjal? Mondjuk, ha tízre gondolunk, mondjuk egy 10 millis golyósba, milyen arányba? Ja, nem golyósba csináltam, hanem azt hiszem ilyen 30 millis patikai üvegbe, és hát őszintén szólva szemre, de valahogy azt hiszem, hogy így talán 20-20 cseppet raktam mindegyikből, és egy 20 millire hígítottam fel a kókuszolajjal körülbelül. Tehát, hogy nem raktam tele az üveget, az biztos. Jó, köszi, ez már teljesen jó. Nagyon, nagyon hasznos, köszönöm szépen. Meg hát nagyon fontos ez a gátvédelem nekem is, annak is sajnos nekem nem sikerült ma matinál. És... Hát igen, én is nagyon izgultam, hogy összejöjjön. De, és hát a legkomolyabb, hát nagyon gratulálok, és a legkomolyabb, amit elmesélte nekem, hogy hát egyrészt nagyon nem lehetett kellemes, vagy kényelmes, hogy maszkban kellett szülni, de aztán elmesélted nekem az előnyét, hogy miért volt ez mégis jó. És hát nagyon, igen. Hogy annak idején ugye beszéltük, hogy olyan jó lenne mesélni, és lehet, hogy most már kicsit itt távolabb a szülésélmény, de biztos, hogy nem felejtettem. De nem halványodott, meg nekem mind a három végül is azt mondom, hogy jó élmény volt, de ez az utolsó, ez meg így a... Tehát ez nagyon jó élmény volt a szülés, és annak ellenére, hogy március 15-re voltam kiírva, ugye 13-án, vagy mikor jött ez a vészhelyzet, és akkor a legnagyobb pánik volt, és a Domi meg nem szeretett volna megszületni, és 11 napot vártunk rá, és azt mondta az orvos, hogy többet nem. Úgyhogy sajnos indítani kellett. Ez is egy ilyen feldolgozás volt nekem, hogy nem a gyerek dönti el, hogy mikor akar jönni, de aztán ezt is sikerült így megmagyaráznom, hogy ezt azért csinálta a Domi, hogy nekem jól legyen őt megszülni, mert így, hogy indítani kellett, így ott lehetett az orvosom, a szülésznőm, és még Szabolcs is odaért, mert emiatt a covidos vészhelyzet miatt senki nem volt behívható, tehát ha ő spontán elindul bármikor, akkor teljesen idegenek között kellett volna ott szülni, mert se a szülésznőmet, se az orvosomat nem hívhattam volna be, és olyan napon indítottuk nyilván, amikor ők be voltak osztva. Úgyhogy ezt miért? Nem is tudom, hogy ebben miért mentem bele, nem akarom ilyen részletesen a szülés történetemet. Sokat érint most, persze. Nem szeretném ilyen azért ennyire részletesen, de hogy a lényeg az, hogy igen, hogy a legnagyobb pánik volt, és hogy maszkban kellett lenni, mindenki maszkban volt,
és a vajúdóban is maszkban, és megkérdeztem a szülésznőt, hogy hát azért majd, ha szülök, ugye levehetem. És akkor a legtündéribb, a legjobb szülésznő van a világon, és mondta, hogy a hivatalos válasz az, hogy nem, de hogy jó, majd persze, ott a végkifejlet mi majd vegyem le. És hát aztán ugye elérkezett az a pont, amikor már nem tudsz róla, hogy most van-e rajtad maszk, vagy nincs rajtad maszk, szóval így a végén már azt, az annyira nem zavarom. De hogy az előnye, amire rákérdeztél, az az volt, hogy még ott a vajúdobot jöttem el, mivel ugye indítani kellett, ezért így bementem, és akkor ilyen tablettát kellett bevennem, így az első nem nagyon használt, és utána adtak még egyet, szóval jöttem, mentem, eltelt egy-két óra, és akkor rájöttem, hogy belecsepegtettem a maszkba a vadnarancsot, és akkor az ugye ilyen közvetlen egyfolytában abból lélegeztem be. Úgyhogy ez így nagyon jó volt, így éreztem, így az agyamra jó hatással volt, hogy ott a maszkban van a vadnarancs. És akkor magához a szülés közben, vagy ilyesmi, akkor mást, ami ilyenkor egyébként segített, például akár a szülés megindulásában, vagy ilyesmi. Igen, hát most az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mennyire részletesen fárasztalak vele titeket, de hogy én gondolkoztam ezen a szülés dolgon azóta, és lehet, hogy az olajok miatt volt az, hogy én vajúttam, de nem éreztem. Tehát, hogy úgy voltak összehúzódásaim, hogy nem fájtak, és mert ugye be kellett vennem az első hormontablettát az indításra, és várni másfél órát, hogy hasson. És akkor ott jött, kérdezte a szülésznő, hogy na, hát mondom, így nem fáj. Mondom, hogy érzem, hogy ott van valami, hogy így húzódok, de nem fáj. És akkor a CTG megmutatta ilyen 6 percenként, hogy voltak mély összehúzódások. És aztán hát mondom, nincs semmi. Mondom, akkor adták, akkor jó, akkor legyen második tabletta. Jó, bevettem a második tablettát, és akkor ott is várni kellett, hogy hasson, és nem voltak fájdalmaim, a CTG mutatta a mélytevékenységet, és elfolyt a magzatvizem. És akkor így elment a doki a folyosón, hogy doktor úr, várjon egy pillanat, mondom, azt hiszem, elfolyt a magzatvizem, és ezt csak így mondja? Hát mondom, nem biztos, de meg kéne nézni. Szóval, hogy lehet, hogy arra gondolok, és utána a Joli meg azt mondta a szülésznőm, hogy milyen jó a fájdalom küszöböm. De lehet, hogy az olajok miatt nem éltem meg úgy a fájdalmat, én erre gondolok, mert amit használtam, az, hát ugye a muskotajzsáját, azt tudjuk, hogy már így az összehúzódások segítésére kell, és már azt is ott jöttem, mentem, unatkoztam, nem éreztem, hogy annyira fájna, és hogy jó, bekentem muskotajzsájával, és jött a Joli, és érezte, és mondta, hogy hát ezt majd inkább csak akkor, ha majd így jönnek az összehúzódások, hát mondom, jó, hát mondom, ártani nem ártat, és akkor amit meg használtam, az a ott a vajúdóba, az a majoránna volt, meg a levendula. És lehet, hogy a majoránnának szerintem van olyan hatása, hogy nem fájt annyira. Vagy nem azt tudom. Azt is a hasadra, vagy hova kentitek? Igen, a hasamra. Aha. Mindent a hasamra kentem. És már igen, tiszta olaj volt. Van egyébként ilyen görcsolló fájdalomcsillapító hatása, igen. Hát ugye oldani azt nem... Hát, hogy a fájdalmat csillapítani használtam, igen. Ugye oldani azt akkor nem, tehát azt persze. A muskotajzsájával kell, csak hogy esetleg... De szóval, hogy... És akkor én emlékszem, ezt egy utólag raktam össze, hogy az első gyerekkel, a Zsófival, mikor már mentünk gyorsan a kocsival a kórházba, mert hú, de nagyon fájt, akkor a CTG pont ugyanolyan görbét húzott, mint most a Domival, amikor mondtam, hogy hát, nem fáj. Szóval, hogy nem éltem meg olyan erősen. Nem tudom, hogy azért, mert a harmadik, vagy mert hogy valószínűleg, hogy azért a majoránna is lehet, hogy megsegített ebben. De jó. És akkor úgyhogy a második tabi után elfolyt a magzatvizem, és akkor ez ilyen délután 1 órakor volt az első olyan fájás, amikor azt mondtam, hogy hát ezt már éreztem, nem vicces. És akkor írtam is Szabolcsnak, hogy 1:45-kor, hát azért jó lenne, ha elindulnál, ez 1:15 volt, az azért tudom visszakeresni, mert a Messengeren ott van, hogy hát most már jöhetnél vissza, és 2:14:36 a kezembe volt a gyerek. Tehát egy szűk másfél óra voltam.
Szóval tök jó volt. De jó. Hát nagyon gratulálok neked, meg a gyerekekhez is, meg mindenhez is, amit csinálsz. És a gyerekekkel, piciknél, vagy vannak olyan helyzetek, amikor hatékonyan segít, vagy tudjátok használni? Hát a lányoknál ugye már sokkal intenzívebben használom, de a Dominál a picikénél, és ezért is utaltam arra azokra a hóindítókra, mert csak onnan tudom, meg onnan szívom be az információt, hogy az Erika olyannyira jókat mondott, hol a kamera? Hogy előre a Ravin szatráról, tudod? Ravin szara, aha, igen. Igen, meg ez a pálma rózsa. Aha, úgyhogy ezeket mondta, hogy szuper. Egyik se kapható sajnos, de... Ja. Igen, már én úgy próbálom beoltani, de... hogy nehogy elfogjon. De talán egyébként lehet, hogy Amerikából lehet rendi, nem tudom. Hát ja. Nagyon spórolok vele, meg már gondolkoztam, hogyha nagyon lemegy az aljára, akkor az egészet felöntöm kókuszolajjal, hogy legalább kigítva még legyen egy kicsi belőle. És ezeket így bátran merem nála használni, mert ugye mondta az Erika, hogy teljesen biztonságos, viszont szuper jó hatásuk van. Majd lehet, hogy kijavít az Erika, de ezt a pálmarózsát, ezt ugye mindenféle ilyen fertőzésre, meg ilyen megerősítésre a talpára kentem inkább. Uh-huh. És ezt meg ilyen légúti problémái voltak a Dominak, ezt a Ravin szatrát pedig a gerinc vonalára kentem uh-huh. inkább. Úgyhogy nem tudom, jól csináltam, de ezekkel bátran mertem, meg amikor pici volt, hát szerintem minden kisbabának meg kell tanulnia emészteni, szóval ez mindenkinek gond, de a Dominál még volt ráadásul ilyen tejfehérje érzékenység, és ez ilyen csúnya kínai üveg, de golyós, és azt csináltam, ebből néztem ki a receptet, hogy zengesztet, meg a gyömbért hígítottam fel neki kókuszolajjal, és azzal kentem a pocakját. Azóta tudsz róla, hogy van ez a Tamer nevű baba pocakolaj? Tehát egy ilyen hígított, csak sokkal, vagy hát ilyen lágyabb emésztés segítő olajok vannak benne. Tehát az Angelsnek a baba vagy gyermek változata ez a Tamer. Aha, igen. Szerintem azóta már meg is van. Most ősszel megrendeltem a gyerekeknek az egész kid kollekciót. Na, hát nagyon szépen köszönöm. Van még valami, amit a gyerekeknél használt, szoktál? Mert majd én is egy következő alkalommal pénteken pont majd is el fogom mondani, de kíváncsi vagyok, hogy te miket használsz. Hát még van egy, amit megosztanék, mert azt már megosztottam egy anyukának, a Gabinak, és visszaigazolta, hogy jaj, köszi a tippet, mert nekik is nagyon bejött, és ezt így én találtam ki, veled, hogy nem én találtam ki, mert már más is kitalálta, de hogy higított tömjént, nekem a tömjén az mindenre jó, és a higított tömjént, amikor picit ugye a gyerekeknek állandóan folyik az orra, az ovisoknak, akkor picit elkezdődik az orrfolyás, azonnal bekenem így az orrnyergüket, így, de jó. A higított tömjénnel, és nem lesznek betegek. Tehát és a golyósra gondolsz, a golyós tömjén. Igen. Igen. És ez de már jó. többször bejött nálunk is, meg Gabi is mondta, hogy nekik is bevált. De szuper! Nagyon jó. Én ilyenkor azt szoktam, hogy a talpukra, vagy az ongár, vagy a nagyobb acskák, akkor már lehet az ongár, ha a kisebbek, akkor még ez a stronger, ez nagyon, nagyon jó. Megvan, mind a kettő szoktam. Meg ahogyha nagyon elkezdődik valami, akkor a gerinc, de tényleg, hogyha időben az ember egy picit megtámogatja őket, azt vettem észre, hogy akkor nagyon, nagyon gyorsan reagálnak. Mert nem tudom, hogy neked szedik, nekem szedik ezeket a gyerek vitaminokat, és akkor ilyenkor kettő mosolygós arcot kapnak. Hát nekem a középső imádja, ő végtelen mennyiséget bírna, a nagyobbik, ő finnyáskodik a vitaminok terén is, hogy ha van kedve, beveszi, ha nincs, nem. De kapják azokat is, meg párologtatok esténként a szobájukba, szóval azért kapják a dózist. És mit párologtatsz, mit szoktál nekik a gyerekszobába? Hát lefekvéshez hát a mandarint szoktam, meg a levendulát, ezt a kettőt kombóba. És ha mondjuk ilyen légúti helyzet van, vagy ilyesmibe vagynak éppen, hogy... Hát én nekik, a nagyoknak légúti... Hát ugye, amikor köhögősek, én az eukaliptusszal szoktam kenni a gerincüket, meg a mellkasukat, a légúti probléma van. Meg én még nem próbáltam, pedig van itthon, de a szibériai fenyőt fogom legközelebb kipróbálni, mert arról meg a Gabi mondott nekem jókat.
Ja, mi is. Úgyhogy... Meg még elert szoktam párlogtatni, amikor így elindul ez a... hogy hozzá szuszognak, vagy bedugul az orru. Nekem, jó ötlet. Nekem is még felnőttként nagyon jó, jó volt, hogy észre, hogy be van dugóba, és akkor elkezdtem párlogtatni, és akkor reggelre nagyon jó lett már. Jó. Nagyon jó. Vagy mi is volt a másik, amit még valami eszembe tud, hogy kérdeznék tőled. De mindegy, ha az eszemét, akkor... Most kisbaba vagy nagy gyerek? Na mindegy, mégis nagyon sok mindent átbeszéltünk, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Hát, igazán nincs mi. Meg hát igyekszünk, azért is csináltam ezt a riportot is veled, hogy legyen több olyan megfogható információ, vagy valami, hogy kinek mi válik be, mi működik, mit csinál. Például nem tudom, hogy amikor volt-e már ilyen helyzet, hogy antibiotikumot írnak föl az orvost, vagy ilyesmi, hogy ilyen komolyabb helyzet volt-e már gyerekekkel, vagy... Hát a gyerekekkel nem. Egyszer volt olyan a Zsófival, hogy így nagyon rezgett a léc, hogy felírja az antibiotikumot, de mielőtt odaért volna az orvos, megbeszéltem az asszisztensével, hogy tuti felírná, de hogy mi nem akarjuk adni, meg nem is indokolt, és akkor inkább eljöttem, és hát másnapra jobb lett a Zsófi, tehát tényleg nem volt indokolt az antibiotikum. És mi segített? Vagy... Persze ilyenkor a gyermek magától is gyönyörűen gyógyul. Csak egy... Igen, meg rég volt, szóval már nem tudom, de én akkor, mikor, tehát, hogy ugye én úgy kezdtem a doterát, hogy én csak rajtuk használtam, és én tehát egyfolytában a talpukat kentem ongárdal, akkor még nem is volt a Stronger. Yeah. Meg így mindenfélét így bevetettem rajtuk, amit lehetett. Na, nem emlékszem, ez egy régebbi történet, de azért ez jutott eszembe, mert ez volt így a legközelebbi kapcsolatunk az antibiotikumokkal, de úgy nem nagyon volt szerencsére. De szuper, igen. Na, hát nagyon örülök. Köszönöm szépen. Ha van még bármi, amit szeretnél mondani, akkor nyugodtan. Vagy hogy neked anyukaként, vagy most, amikor ilyen nagyon sok, hát szóval három kisgyerekkel otthon, ez nem egy könnyű helyzet, hogy te magadnak használsz valamit, ami úgy érzed, hogy segít, vagy... Hát én ugye már több mint 2 éve vagyok beregisztrálva, de hogy így annyi olaj van, hogy így nem tudod egyszerűen használsz, tehát én most magamról beszélek, hogy használsz így 4-5-öt így állandóan, és akkor a többiről így néha így elmegy a periférián. És ezért volt most nagyon-nagyon jó talán májusban, amikor az Erikával csináltátok, ahol indított, és benne volt a balansz. És én nekem ez egy új, és tudtam, már tavaly is tudtam, mert a nagymamám is a balansztól, tehát hogy tudtam, hogy a balansz milyen szuper, de hát így nem használtam, mert más használtam. És akkor ez egy ilyen új felfedezés volt, hogy jaj, mondom, tényleg a balansz. És hogy azóta az most már napi olaj lett megint. Ja, hát megrendeltem a dezodorját, és szerintem tényleg felszívódik a balanszható anyaga a dezodor, a hónajból. Igen. Hát szóval, hogy az nekem az így anyukaként, az egy fontos olaj a balansz. De jó, és ha van ilyen napi rutinod akkor, hogy mi az, amit így napi szinten használsz összesen? Hát ne, különösebb nincs ez a balansz van, meg így dezodorba, illetve van egy nagy 2 literes, borzasztó csúnya, férjem szerint rózsaszínes tupperváres kulacsom, és azt minden nap megtöltöm, hogy igyak elég vizet, és akkor abban szoktam magamnak citromot csepegtetni, meg hát én imádom a grapefruit olajat. De ez is azért volt nekem egy rácsodálkozás, mert magát a grapefruitot nem szeretem, mert keserű, én nem szeretem azt, ami keserű, de ez az olaj, ez annyira finom, tehát ugye ez tea is finom lesz tőle, meg minden. Tehát így a citromot, meg a grapefruitot csepegtetem bele, meg néha, ha van kedvem hozzá, egy-egy csepp gyömbért teszek még a vizembe. Úgyhogy nekem ennyi így a mindennapos rutinom. De jó. Hát köszönöm, hogy ezeket megosztottad. Nagyon hálás vagyok. Hát nincs mit igazán. Kismama is, aki majd meghallgathatja és tanulhatja. Én köszönöm, amiket hallok tőletek. Nagyon szépen köszönöm, és akkor áldott napot nektek, meg a gyerekekkel, meg sok türelmet, meg boldogságot. Nektek is. Köszönöm szépen. Minden jót. Köszönöm. Remélem, hamarosan találkozunk. Puszi. Remélem. Puszi, Katinka. Szia. Szia.